Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a péntektől péntekig című villámbeszélgetést látják, műsorunk áldó vendége és egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megye jóváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, a visszatekintésünket kezdjük azzal a hétvégével, amely két sporteseményről, valamint az unokákról, a családról szólt. Kezdjük az unokákkal. Itt voltak, jó volt, kellemes volt eltölteni velük néhány napot. Hadd mondjam még azt, hogy a Bábszínháznak a bemutatóján is voltunk. A Pöttöm Pannát néztük meg, nagyon tündéri előadás, élvezték a gyerekek is, meg hát mi felnőttek is. Két sporteseményről volt szó, az egyik a súlyemeléssel kapcsolatos, 60 esztendős a haladás súlyemelés szakosztálya. Annak idején Tóth Géza hozta létre, Tóth Géza emblematikus figurája nem csak a haladás, hanem a magyar sportnak, illetve a magyar súlyemelő sportnak. A Tóth Géza terembe tartottuk ezt a rendezvényt. A rendezvénnyel tisztelettünk a 60 éves szakosztály előtt. Egyébként ez egy országos súlyemelő bajnokság volt, úgyhogy magas színvonalú volt a verseny, hiszen Magyarország legjobb súlyemelői voltak itt. Ugyanezen a napon a VIP teremben, a stadionban került megrendezésre az országos sakkbajnokság. Ennek az volt a különlegessége, és erre is büszkék vagyunk, hogy Budapesten kívül ez volt az első alkalom, hogy a sakkbajnokságot vidéken rendezték. Azt mondták ott a sakkozók is, meg a versenybírók is, hogy kitűnő körülményeket sikerült biztosítani. Hát a sakkversenyek nem feltétlenül ilyen körülmények között zajlottak a korábbiakban. Ennek örültünk egyébként. 10 csapat vett részt a küzdelemben, és összességében 120 versenyző mérte össze a tudását. Folytassuk, polgármester, a visszatekintésünket a hétfői napon, melyen megtartották a szokásos tisztségviselői értekezletet, amellett pedig egy programja volt polgármester úrnak. A Vas megyei Diákparlament 2018 évi ülését rendezték meg itt Szombathelyen. Alapjában véve 2011-ben a 190-es törvény rendelkezett arról, hogy diákparlamenteket, országos diákparlamentet kell tartani, és a diákparlamenten hozott határozat egyik pontja, nevezetesen az 5-ös pontja szól arról, hogy megyénként ezt meg kell szervezni. Első ízben tavaly rendeztünk diákparlamentet, és most ez volt a második. Szerintem ez azért nagyon fontos, hiszen a fiatalok, a fiatal generáció megismerkedik a demokráciával, megismerkedik azzal, hogy a politika nagyon fontos, a politikát megfelelő szabályok között kell művelni, és megismerkednek azzal, hogy ezeket a szabályokat hogy, miként kell betartani. A megnyitó után egyébként megválasztották a tisztségviselőket, tehát rögtön egy effektív, demokratikus rendszer gyakorlása történt a diákparlamenten, és hát utána beszámoltak a tavalyi esztendő tevékenységéről, illetve a jövő céljairól, természetesen az idei esztendő céljairól is. A keddi napon volt egy olyan program, amely szintén a gyerekekkel, a fiatalokkal volt kapcsolatos, egészen pontosan az oktatásokkal, nevelésükkel. Méghozzá sérült gyerekeknek az oktatásával, nevelésével kapcsolatos kongresszus volt, vagy konferencia volt, nemzetközi konferencia, hiszen Szerbiából és Ausztriából is jöttek előadók. Ők az ottani helyzetet mutatták be két előadásban, és két előadásban pedig az itteniek, a mieinkek, elsősorban az Aranyhíd iskolában, illetve a Rumi intézetben történő tanítás különböző módszereit említették.
összességében ez azt jelenti, hogy egy közösség hogyan bánik a rászorultakkal, ez a közösség erejét szabja meg. És hogyha ezt nálunk itt jól csinálják, akkor ez a közösség erős. Ennek nagyon örülünk. Az ottani szakemberek, azok a gyógypedagógusok, azok a logopédusok, akik ott dolgoznak, bizony-bizony olyan munkát végeznek, ami mindannyiunk számára nagyon fontos. A keddi napon volt egy olyan kiállítás is polgármester úr, mely egy jubileummal kapcsolatos. 170 éves a Magyar Honvédség. Annak idején 1848-ban a forradalom alatt indult meg a Magyar Honvédelem szervezet formája, és akkor hozták létre a Magyar Honvédséget. Ennek a Magyar Honvédségnek a 170 éves történetét dolgozza fel egy minisztériumi kiállítás, és ezt a kiállítást hozták el most ide Szombathelyre. Mindenképpen nagyon fontos dolog az, hogy megismerjük a honvédelem történetét, megismerjük a honvédség történetét. Mindenképpen nagyon fontos, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy közösség, egy ország attól erős, hogyha erős honvédsége van. Akkor tudja megvédeni az állampolgárait, hogyha erős a honvédsége. Ma a világban nagyon szükség van arra, hogy megvédjük az állampolgárainkat, megvédjük a határainkat. A hétfői napon már havazott itt polgármester úr Szombathelyen, azaz közeledik a tél, egyre inkább szükség lesz tűzifára. Minden esztendőben így télbeállta előtt felmérik az itteni szociális intézmények, illetve szociális szférában dolgozók, hogy kik azok a családok, akiknek segítségre van szükségük a tél ideje alatt a fűtésben. És ezeknek a családoknak igyekszünk segíteni. Az idei évben is így történik ez. A fölmérés alapján több mint 170 család az, aki feldolgozott, tehát kályhába rakható minőségű tűzifát kap az önkormányzattól. Ez körülbelül családonként egy olyan másfél köbméternyi fát jelent első ízben. Természetszerűleg, hogyha a későbbiekben szükség van még, akkor igyekszünk még juttatni tűzifát, ameddig van. Egyébként nagyon szépen köszönjük az erdőgazdaságnak, hiszen az erdőgazdaság az, aki fölajánlotta a tűzifát az önkormányzatnak, és így tudjuk továbbadni a rászorulóknak. Azt szeretnénk elérni, mint ahogy ez sok-sok éven keresztül így volt korábban is, hogy ezen a télen se fagyjon meg valaki azért Szombathelyen, mert nem tud fűteni. A keddi napon volt egy könyvbemutató is. A Szombathelyi Szépítő Egyesület történetét egy kiadvány dolgozza fel. Nem is egy kiadvány, hanem több kiadvány, csak az utolsó 15 évvel kibővített történetét. Most a legutóbb egyébként valamikor a nyár folyamán kiadott könyv mutatja be. Azért volt ismét egy könyvbemutató, mert a Szépítő Egyesületnek a 133 éves Szombathelyi Szépítő Egyesületnek a történetét tartalmazó kiadvány bemutatója annak idején szűk szakmai körben történt, ugyanis a 38. kongresszusukat vagy összejövetelüket itt tartották Szombathelyen. Hozzátartozik, hogy az első szépítő egyesületi konferenciát is itt tartották, 37 évvel ezelőtt. Ez megint egy olyan dolog, ami Szombathelyi specialitásnak is nevezhető, hiszen itt indult, itt kezdődött az egész történet, és hát 37 év után tért vissza ismételten Szombathelyre. Egyébként nagyon-nagyon szép
kiadvány, az 1885-ben alapított szépítő egyesületnek a történetéről szól, mint az előbb elmondtam, az utóbbi 15 év eseményeivel kiegészítve. Elérkeztünk, polgármester úr, a mai naphoz. Egészen kivételes alkalom, hogy szerdán kora délután beszélgetünk, a későbbiekben mi kitérünk arra, hogy miért történik így, de a lényeg az, hogy a polgármester úrnak a mai napon már volt egy programja. A sporttudományi szakmai napot tartottak az ELTE-n, az ELTE szombathelyi kampuszában. 450 hallgatója van a sporttudományi szaknak itt Szombathelyen, és ez a szakmai nap, ez arról szól, hogy a mostani tanulók, az Y-generáció tagjai, az Y-generáció tagjai számára a sport mit jelent, illetve hogyan használják ki a mai kor lehetőségeit a tömegsporttal foglalkozók, illetve az élsportolók. Egy-két nagyon jó előadás elhangzott nyilvánvalóan. Nagyon fontos dolog, hogy szakmai napot tartottak, nagyon fontos dolog, hogy időnként egy kicsit más aspektusból látják a hivatásukat a sporttal foglalkozók, a sportot későbbiekben tanítók. Beszélgetésünk után polgármester úr még két rendezvényen vesz majd részt. Ma lesz a PEC ösztöndíjak átadása. PEC Gyula szombathelyi építészmérnök volt, aki egészen alacsony sorból kezdte, és építésvezetőként fejezte be a tevékenységét, és vagyonát a városra hagyta azzal, hogy a vagyonát, illetve a vagyonának a kamathozadékát azt minden esztendőben legalább 20 éven keresztül fiatal, tehetséges, rászoruló gyerekeknek kell kiosztani, részben általános iskolásoknak, részben pedig középiskolásoknak. Az idei esztendőben összességében 7 jelenkező van, ők mindannyian 42.000 forintot meghaladó összeget kapnak évente. Ez az egyik esemény. A másik esemény egy másik könyvbemutató, Puskás Imrének a Pénz hatalma című könyve jelenik meg most. Puskás Imre, aki egyébként a nagybátyám és annak a Puskás Jánosnak a fia, aki annak idején a Dónkanyarnál meghalt a II. Világháborúban csapatorvosként. Ő Amerikában élt, típusosan amerikai gondolkodású ember, és a migránsválságról, illetve a nyílt társadalomról mond véleményt, illetve hát azzal kapcsolatos gondolatait fejtik ki a könyvben. Térjünk is ki egy picit arra, polgármester úr, hogy miért is nem a szokásos időpontban, azaz pénteken beszélgetünk. Csütörtök pénteken lesz a Megyei Jogú Városok Szövetségének a szokásos konferenciája vagy kongresszusa, a közgyűlése, pontosan ez a megfogalmazás. A helyszíne ennek a mostani összejövetelnek Tatabánya lesz, és hát ez egy másfél napos program, ahol a köztársasági elnök úr lesz az első vendég, de jó néhány kormánytaggal is igyekszünk megbeszélni a problémáinkat. Mindig olyan dolgokat igyekszünk fölvetni, olyan problémákat igyekszünk fölvetni, aminek a megoldása nyilvánvalóan nem önkormányzati, hanem hát kormányzati szinten lehetséges. Mindig hasznos szokott lenni a megbeszélés. Ez lesz tehát csütörtökön pénteken, és pénteken igyekszem időben hazaérni. Nem, pénteken haza kell érni időben, ez 17 órát jelent, mert 17 órakor nyílik itt Szombathelyen a főtéren az adventi vásár, és hát ennek a megnyitását osztották rám, és szíves örömest részt veszek ebben a rendezvényben is. Polgármester, köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!
köszönöm szépen a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látták, hallották. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!